A tragédia helyszínén korábban egy harangláb emlékeztetett a szomorú eseményre. Az országos lengyel önkormányzat Magyarország kormánya támogatásával viszont mostanra felállította a medjugorjei szűzanya szobrát is az áldozatok emlékére. Ennek leleplezésénél részt vett Soltész Miklós, egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár is. Azok a tragédiák, amelyek egy-egy életében, egy-egy nemzet életében megtörténnek, hogyha azokat jó irányba tudjuk fordítani, hogyha azt hittel és erővel az életünknek a pozitív részévé tudjuk tenni, akkor biztos, hogy ez erősíti a két nemzet kapcsolatát is, erősíti az egyes embereknek a mindennapjait. A megemlékezésen műsort adtak a lengyel vendégek, akik verssel, énekkel és kórusművel is készültek az eseményre. A helyszínre érkeztek a tragédia túlélői és az elhunytak hozzátartozói is, akik közösen imádkoztak testvéreik lelki békéért a szobornál. Nagyon fontos ez a medjugorjei Szűz Mária szobor, mert ugye mi oda tartottunk, de nem érhettük el a célt, de Szűz Mária eljött Medjugorjéból ide a magyarok közé, hogy úgy, mint ahogy minket akkor megvédett, védje meg a magyar nemzetet azoktól a veszélyektől, amelyek körülveszik Magyarországot, illetve az európai népeket. Mondta ezt Stefan Panaszczuk, ferences szerzetes, aki a Medjugorjéba tartó zarándokutat szervezte. Az elhunytak emlékére koszorúkat is elhelyeztek a szobornál. A helyszínen Maninger Jenő országgyűlési képviselő is lerúgta tiszteletét. Szép dolog, hogy ezt megszervezték, és egy olyan emlékművel gazdagult a környék, amely valóban emlékeztet minket arra, hogy akik elindultak ugye Medjugorjéba, ez zarándoklatra, de sajnos sokan már nem érkeztek meg közülük, és hát természetesen nekünk ez az is fontos, mert a lengyel-magyar barátság az különösen fontos, egyébként Keszthelynek is, úgyhogy így őrizzük az emlékünket ebben a megható ünnepséggel, és ebben a szoborral is. A nap folyamán Szent Mise keretében is megemlékeztek a tragédia áldozatairól. A kétnyelvű istentiszteletet Varga László püspök és Krisztóf Zelák atya közösen celebrálták.